Akkor beszéljünk arról, hogy mégis mi történt a Starlinerrel, és erről az egészről én, űrmérnöki és legfőképpen rendszerbiztonságmérnöki szempontból mit gondolok. Amit nagyon fontos megértenünk, az az, hogy az életben bármikor bármi megtörténhet velünk. Csak erre nem igazán szoktunk gondolni, akármennyire tudatában vagyunk ugye mindennapi életünkben, hiszen amikor ma elhagytad a házat, munkahelyet, bevásárlóközpontot, valószínűleg nem aggódtál azon, hogy a fejedre ragasni egy szonkra. Viszont ez megtörténhet. Tény, valószínű, hogy megtörténik egy Looney Tunes filmben, amit körülbelül 5 éves korodban néztél, de megtörténhet. Viszont a kulcsot már ki is mondtuk. Ennek a valószínűsége nagyon-nagyon-nagyon apró. Úgyhogy emiatt pont nem kell aggódnunk. Rendszerbiztonsági mérnökként én a napom nagyon nagy részét ezzel töltöm, vagy igazából az egészet, hogy azon gondolkozom, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, és egyáltalán mi az, ami megtörténhet. És tény, ez így alapvetően borzasztóan hangozhat, de a megnyugtató része ebben az egészben az az, hogy ezek kiszámolható dolgok, hogy ez mekkora valószínűséggel történnek meg. Hiszen ezek olyan mérnöki rendszerek, amelyek hardwareből, szoftverből és olyan kézzel fogható, kiszámítható dolgokból állnak, amiket tesztek kapcsán tudjuk, hogy egy adott elektronikai komponens mennyi időként szokott egy adott, különböző hibával beleütközni. Mindannyian jártunk régen IKEA-ban, amikor ott mutogatták, hogy hányszor lehet megrugni egy széket azért, hogy utána az már használhatatlan legyen. Ez a mérnöki rendszerekkel is így működik, és mint biztonságrendszeri mérnök, én nagyon sokszor ezzel töltöm a napomat, hogy számolom és próbálom kitalálni, hogy amit már rájöttem, hogy megtörténhet szituáció, az mekkora valószínűséggel fog bekövetkezni. Nyilvánvalóan minden innen mérnöki rendszernek megvan az adott törvény elvárásai, cégek által, projektek által meghatározott számításai, számai, hogy mi az, amit a valószínűségnek el kell érnie. És igen, itt nagyon kritikus rendszereknél, vagy nagyon kritikus helyzeteknél, aminek a következményei nagyon kritikusak, tehát például emberéletvesztességgel járhat. A lehetősége, a valószínűsége ilyen 10 a mínusz 9-en, ami valójában a matematikailag meghatározható lehetetlen szinte. Én ezeket nem csak kiszámolom, és rengeteg ilyen mérnök ezeket nem csak kiszámolja, hanem biztosítjuk is ezzel arról, hogy amikor te például felszállsz egy repülőre, mert elutazol, akkor tényleg biztonságban leszel, bármi is történjen. És itt azt kell megérteni, hogy nem azért vagy biztonságban bármi is megtörténjen, mert ezek a dolgok nem történhetnek meg, hanem azért, mert a valószínűsége körülbelül lehetetlen. Amikor a Starliner szituációjáról beszélünk, azt kell megérteni, hogy a NASA a múlt szombaton azért hozta meg azt a döntést, hogy a Starliner űrhajósok nélkül fog visszatérni, mert a valószínűsége annak, hogy különböző problémák felléphetnek a visszatérés során, csak túl magas volt ahhoz, hogy a NASA azt mondja, hogy ez még rendben. És ennek két nagyon nagy oka van. Az egyik az az, hogy a Starlinernél rengeteg problémát fedeztek föl, már az odajutás alatt is. 28-ból 5 hajtómű is meghibásodott, ami ezeknek a fúvókáknak a túlmelegedéséhez és a legborzasztóbb valószínű túlmelegedéséhez köthető, és emiatt kikapcsolt őket a rendszer. Ugyanis, és itt mindenki fogja meg a székét igen erősen, a ULA, vagyis az Aerojet Rocketdyne, erről még tudunk beszélni, hogy most éppen az kinek a tulajdonában van, de hát az L3Harris-t is mondhatom itt, akik gyártották ezeket a hajtóműveket, fúvókákat, igazából lövésük sincsen, hogy mi történik velük, és ez egy nagyon-nagyon ijesztő dolog. Ugyanis az akármennyire egy tesztrepülés, és tény, benne van a nevében tesztrepülés, ezáltal odáig jutottunk már dokkolás során, hogy a két jelenlévő asztronautának több mint egy órán keresztül kellett manuálisan dokkolnia a nemzetközi űrállomáshoz. Amikor a NASA-nak próbálta bebizonyítani a Boeing különböző földi tesztekkel és egyéb számításokkal, amiről hozzátenném, valójában egyikünknek sincsen semmi fogalma, hogy mit lehet róla tudni, vagy mi történt valójában. És csak a szituációhoz nagyon közel álló mérnökök, akiket mint titoktartás köt ennek a magukban tartásához tudják, hogy valójában mi történt, de a legnagyobb valószínűséggel és a NASA nyilatkozatai alapján az történt, hogy ezek a számok csak nem érték el azt a valószínűséget, amire azt mondhatta volna a NASA, hogy rendben, akkor űrhajósokkal együtt fog visszatérni a Starliner. És most ez a videó nem arról fog szólni, hogy én belemegyek abba, hogy ez miért egy borzasztó marketing és PR rémálom és minden ilyen más Boeingnek, hiszen ezt a két remek asztronautát a SpaceX fogja visszahozni, és hogyan lett egy 8 napból 8 hónapos misszió számukra, de amiről beszélni fogunk, az a két ok, amit az előbb is említettem, hogy miért hozták meg ezt a döntést. És az egyik nyilvánvalóan ez, hogy kiszámolták, és úgy vélik, hogy nem biztonságos. Az érem másik oldala pedig az, hogy ne felejtsük el, hogy a NASA miért nem fogja rizikókat, kockázatokat meghoz. A NASA történelmét sajnos a Challenger és Columbia tragédiák óta nehezen és erősen definiálja az,
hogy az emberi élet mindennél többet ér. És ami még borzasztóbb, hogy mai nap már tudjuk, hogy ezek a tragédiák nagyon erősen köthetőek ahhoz, hogy az őszinte kommunikáció nem érte el a megfelelő embereket. Hogy mérnökök, akármennyire mondták több esetben is, hogy ezek nem biztonságos missziók lesznek, akik felettük álltak, vagy akik ezeket a döntéseket meghozták, nem hallgattak rájuk. Úgyhogy ez egy mindennél nagyobb fejlődés a NASA szempontjából, és ez egy remek dolog, hogy tanult a történelmiből a NASA, hiszen ezek borzasztó tragédiák, amik emberéletekkel jártak, hogy soha többé ne hozzon olyan döntéseket, amikben olyan rizikófaktorok vannak, amik esetlegesen emberi életveszteséggel járhatnak. És akkor itt elmondanám azt is, hogy ennek az egész diskurzusnak az egyik legfontosabb része az az, hogy két remek asztronautáról beszélünk, akiknek a biztonságban tartása a legfontosabb jelen pillanatban. És igen, akármennyire nem gondoljuk, hogy ez akkora életbeli változást hozhat, hogy 8 napból 8 hónapos lett a misszió, és tény, hogy asztronauta tréningek kapcsán igazából mindenféle helyzetre felkészítjük őket, ők akkor sem erre számítottak. Mert akármennyire, amikor visszatérünk ahhoz, hogy kisétálunk a házból, nyilván tudjuk, hogy mit kéne csinálni, ha megbotlunk és elesünk. De ez nem azt jelenti, hogy erre számítunk, vagy legalábbis remélem, hogy senki nem úgy járkálgat ki a házból, hogy mindig arra számít, hogy el fog esni. Valamint igaz, hogy a NASA mindent megtesz annak érdekében, hogy kényelmesen és minél egyszerűbben tudják átvészelni ezt a 8 hónapot az asztronauták, viszont Juni Williams már látási gondokkal küzd, ugyanis egy rövid űrmisszió és egy hosszabb űrmisszió között nagyon sok egészségügyi dolog fellép és felléphet, amit a mikrogravitációs környezet okoz. Úgyhogy amit nem fogunk csinálni ennek a diskurzusa kapcsán, az az, hogy róluk vagy bármilyen ilyen szituációról azt fogjuk mondani, hogy nem a megfelelő döntés lett meghozva. Ez kérdés nélkül a legjobb döntés, a legbiztonságosabb döntés és a legjobb kommunikációs folyamat, amit a NASA végrehajtott volna, úgyhogy emiatt mindenféleképpen piros pont jár nekik. És akkor most arra valószínűleg már felbörült bennetek, hogy de Eszti, ha nem ez a lényeg, akkor mi a lényege annak, hogy én most beszélek itt hozzátok, és beszélünk erről az egész szituációról. És nem, továbbra sem az, amit az előbb mondtam, hiszen tény, ez egy nagyon érdekes jelenlegi politikai rendszer fog kialakítani mind az űrtémában, mind a SpaceX-nek az előrehaladásában, mindabban, hogy mennyire egyedülálló megoldásokat kínálnak jelenleg minden NASA-nak, minden más szempontból. És tény, itt a versengés lényegéről is beszélhetnénk, hogy miért nagyon jó, hiszen jelenleg demonstrálva van, hogy miért nagyon jó, hogy két különböző, teljesen különböző koncepcióval rendelkező cég lett kiválasztva az emberi tesztrepülésekre. De ami valójában fontos, az az, amit az előbb említettem, a tiszta, őszinte, direkt kommunikáció. Ugyanis, ami a legfontosabb ebben az egészben, hogy akármennyire nagyon nehéz lesz, hogy a fúvókákat gyártó emberek, vagy bárki kezdjen megoldásokat és válaszokat találni arra, hogy ez az egész miért történt egyáltalán, hiszen, mint említettem, jelenleg nem sok ötletük van, hiszen tesztek során ebből semmi ilyesmi nem lépett fel, és nincsen hozzáférésük, nem lehet ott az űrben elkezdeni tesztelgetni ezeket, mert nem lenne biztonságos. De ami fontos az az, hogy őszintén kommunikálják azt, amikor rájönnek ezekre a válaszokra, amikor legalábbis megfelelő, megbízhatónak tűnő hipotéziseket, ötleteket tudnak arra kitalálni, hogy ez az egész miért történt, és hogy ezeket ne tartsa magában se a Boeing, se a ULA, se az Urgent Jacketline, se az L3-hel, se a képen meg fogja vásárolni a ULA-t, hanem azt megtegyék, hogy ezt az egész tudományos közösséggel megosztják, és főleg azokkal a többi versenyzővel, a többi résztvevővel, aki az űrkutatásnak, űriparnak a tagja. Tudományos területekben nagyon fontos a tudás megosztás, hiszen akármennyire az elmúlt pár évben úgy tűnhetett, hogy ez már egy egészen bejáratott dolog, és kb. Tudjuk is, hogy mit csinálunk, szerintem most tökéletesen látszik az, hogy azért nagyon sok szempontból ez még nagyon nincs így. Továbbra is űrhajókat építeni nem egy egyszerű feladat, és nem egy egyszerű kihívás. Valamint, nem csak, hogy nem egy egyszerű feladat és kihívás, de az új technológiákkal, az új különböző rendszerekkel új hibákba futunk bele. Azáltal, hogy tesztrepüléseket csinálunk, igen, remélhetőleg soha többé olyat, mint ami most történik, de különböző teszteket hajtunk végre, amíg ezek biztonságos tesztek, abból a legtöbbet tudjuk tanulni. És itt van az igazi lecke. Biztonságos tesztekre szükségünk van, csak a biztonságot nem szabad elfelejtenünk. Hozzátenném, hogy nekem amúgy a Boeing Dreamliner a kedvenc repülőgépem, úgyhogy kétlem, hogy a Starliner a kedvenc űrhajó lesz.